Egyre népszerűbb ősszel a sütőtök fogyasztás és október végén a Halloween tök faragása, ugyanakkor míg az előbbiek finom csemegék, addig a dekorációs célra szánt tökök közül nem mindegyik ehető, és már kis mennyiségben is komoly rosszulétet okozhatnak. Ezt például úgy faragnám ki, hogy levágnám a tetejét, kiszedném a közepét, két szemet és fogakat, szájat csinálnék neki. Óriás Halloween tököket termeszt fegyverneken Huber István őstermelő. Ilyenkor következik a Halloween időszak, többfajta Halloween tököt termelünk, vannak ezek a nagyobbak, ez a gigant, meg ilyen 3 kilótól 10 kilóig egy másik fajta Halloween tök, amit szoktak faragni. Mindenféle korosztály keresi, most lesz majd az óvodákban, iskolákban tökfaragó verseny. Idősebbek is viszik gyerekeknek. Van, aki már megveszi előre, hogy biztos, hogy jusson, de legjobban az utolsó héten viszik, úgy, mint a fenyőfát karácsony előtt, hogy utolsó pillanatokra hagyja. Ez már frissebb nem lesz, mert igazán le van szedve, ilyenkor nyugodtan meg lehet már venni. A zöldségek áruházak általában Halloween tök néven árulnak, a biológiailag a cukkini, a patiszon és a spárgatők rokona. Alkoholos filccel ide rajzolunk neki szemet, és akkor így megcsináljuk, hogy megálljon, levágunk az aljából, és akkor kis hattyú lesz belőle. Ez is a dekorációnak a része lehet akár, vagy magába is. Minél ijesztőbb legyen, ez a Halloweennek a lényege. Úgy szoktam kifaragni a tököket általában. Internetről nézem a mintákat, hogy miket faragjak, szoktam nagyobbakat, kisebbeket faragni, ilyen 4-5 darabot szoktam általában faragni, ezt mécsessel ezt csak kiteszem, meggyújtom benne a mécsest, és szépen szép dekoráció. Hogyha nagyobb dekorációt csinálok, akkor dísztököt is szoktam használni hozzá. Utóbbiakat étkezési célra zsengén szedik le, de termésük éretten már kemény és ehetetlen. Magyarországon a Halloween tök dísztípusa terjedt el, ami nem ehető. A Halloween tök nagy, narancssárga színű és díszítésre alkalmas. Hát ezeknek elég vékony a haja, nem nagyon nyomja a súlyt, 300 forint kilója. Ahogy elültettük, itt nálunk nem volt eső. Egész nyáron abban 40 fokos meledükben minden nap locsolni kellett, mert kezdett elhárvadni. A különösen kisméretű, dekoratív fajták sok keserű anyagot tartalmaznak, amelyek a kellemetlen ízük mellett mérgezőek is lehetnek.